Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. január 17-én, szerdán, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Eseményekkel teli volt a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája számára a 2023-24-es tanév első fele. Új tervekkel készül az Úttörténeti Múzeum új vezetője a 2024-es évre. Körzetközponti Bozsik terem torna került megrendezésre városunkban. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolája számára is eseményekkel teli volt a 2023-24-es tanév első fele, hiszen csendes napot, kirándulásokat, témanapokat, valamint hálaadás napi partit is szerveztek az iskolában. 583 diákkal kezdte meg a 2023-24-es tanévet a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája, a dolgozói létszámban pedig nem történt változás, így továbbra is közel 60 fő foglalkozik a gyerekekkel. A tanév első fél évében számos program színesítette a kevés diákok hétköznapjait, hiszen az ősz a szervezési munkák mellett a kirándulásokról is szólt. Az alsó tagozatosoknak elég sok olyan programot szervezünk ilyenkor, amikor kimehetnek az iskola épületéből szabadon egy picikét piaclátogatás, tanterület látogatás. A felső tagozatosok és az alsó tagozatosok is mehetnek egy-egy iskola által támogatott kirándulásra, és hát azon kívül is voltak több kiránduláson. Az ősz folyamán az alsósoknak szüreti témanapot, a felsősöknek pedig hálaadás napi partit szerveztek, emellett ebben a tanévben sem maradt el a szülők-nevelők bája, amely ez alkalommal a Fények éjszakája tematika köré épült. Az egyházi iskolai élet kihagyhatatlan eleme a csendes nap, amely októberben került megrendezésre az iskolában, mely során egy játékos délelőttben volt része a gyerekeknek. Novemberben pedig a szakmák hetén inspirálódhattak a továbbtanulás előtt álló 8. évfolyamos diákok. Az idén a 8-osok munkahelyi, illetve üzemlátogatásokon vettek részt, illetve meghívtunk volt tanítványokat, szülőket, akik a saját munkájukat, munkahelyüket mutatták be, ahol elmondták a gyerekeknek, hogy milyen iskolákat kell elvégezni hozzá, és hát nagyon-nagyon élvezték, és nagyon sok új dolgot hallhattak. A hagyományos adventi délutánra az óvodásokat is meginvitálták, amelyen kézműves, valamint sportfoglalkozásokkal szórakoztatták a gyerekeket. Mivel nem akartuk a szülőket sem kihagyni ebből az adventi teázásból, borozásból, ezért béreltünk egy faházat a következő héten a főtéren, és oda hívtuk meg a szülőket, és hát ott is hihetetlenül aktívak voltak, eljöttek, hozták a süteményeket, szendvicseket, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk el így együtt. Az első féléves programok sorát a karácsonyi istentisztelet, valamint az osztályok karácsonyi ünnepségei zárták. A 2023-24-es tanév első féléve pedig január 19-én, pénteken ér véget. Január 1-től Turán István történész vezeti a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumot, mely Közép-Európa legnagyobb közúti szakgyűjteménye. Az új igazgató a 2024-es évre legfőbb célként a pandémia miatt lecsökkentett látogató létszám növelését tűzte ki. 2024-ben megújul és újra látható lesz a gyűjtemény leghíresebb relikviája, Józsi, az úthenger. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum jó évet zárt 2023-ban, azonban a járvány előtti látogatói szám még elmarad a járvány előttihez képest. Ennek elérése a célja 2024-re a múzeum új igazgatójának, Turán István történésznek, aki január 1-én Szászi Andrást váltotta a vezetői székben. Annak idején a Covid az egy óriási törést jelentett minden ember életében, minden múzeum, minden intézmény történetében, és talán most a 2023-as volt az első, amikor úgymond egy kicsit normalizálódott a helyzet. Ez látszott a rendezvények számában, és látszott a látogatók számában is. Most így, hogy az évvégi statisztikákat nézzük, hát legalábbis bizakodásra adnak okot. A múzeumnak és az új vezetőnek rengeteg terve van a 2024-es évre. Tavaly évvégén elszállították tőlünk javításra például a leghíresebb gépünket, Józsit.
Hát azt kell, hogy mondjuk az idők során azért megérett a felújításra. Az ő működtetéséhez egy úgynevezett kazánbiztosi vizsgára van szükség, és hát mivel nem csak úthenger, hanem egy működő gőzgépről van szó, elengedhetetlen, hogy teljes biztonsággal tudjuk üzemeltetni. Reméljük, ez a felújítás megtörténik az idei évben, bízunk benne. Turán István elmondta, hogy idén is megszervezik a hagyományos nagy rendezvényeiket, nyáron a múzeumok éjszakáját, emellett pedig programokkal kapcsolódnak a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok eseményeihez. Érdekesség, hogy idén tervezünk egy közös kiállítást például a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeummal, hiszen ők egy nagyszabású emlékkonferenciára készülnek október 6-a kapcsán, és nekünk is van egy ilyen kiállítási anyagunk, amivel akár csatlakozhatnánk ehhez a rendezvényhez. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum rendszeresen tart múzeumpedagógiai foglalkozásokat, melynek az elképzelések szerint új helyszíne lesz 2024-ben. Idén szeretnénk mindenképpen megnyitni az új múzeum pedagógiai foglalkoztatót a középső épületben. Eddig a hátsó épület egy picit hátul volt, illetve úgy néz ki, hogy sokkal egészségesebb lesz berendezkedni a középső épületben. Közelebb is van maga ez az új foglalkoztató a roller parkolóhoz, ami ugye a gyerekeknek az elsődleges célja oda eljutni, és hát onnan talán könnyebben oda találnak a foglalkoztatóba is. 2024-ben az intézmény már elkezdi a múzeum fennállásának 50. évfordulójára való felkészülést. Sok-sok rendezvénnyel és a tervek szerint egy új kiállítással készülnek a jeles évfordulóra. A kiskörösi Bem József általános iskolában számtalan program színesítette a diákok hétköznapjait. Emellett tanulmányi versenyekben és vizsgákban is gazdag volt a tanév első fele. Azonban a 2023-24-es tanév második fél évében sem lesz hiány a programokból. A 2023-24-es tanév első felében számos programnak adott otthont a kiskörösi Bem József általános iskola, ezzel színesítve a diákok hétköznapjait. Az első fél évhez hasonlóan az oktatási hivatal által végzett ellenőrzések a tanév második felében is folytatódnak, csak úgy, mint a diákok tanulmányi versenyeken való megmérettetése. A versenyek ugye kezdődnek a házi versenyekkel, majd a járási versenyekkel, de végül a tankerületi döntőkkel is. Azért szerencsésre elmondhatom, hogy nagyon jó eredményeket érünk el ezen a versenyeken. Tehát büszke vagyok a kollégáimra, és köszönettel is tartozom azért az összes kollégának, hogy ilyen jó hozzáállással, nagyfokú szakmai hozzáértéssel dolgozik az iskolánkért és az iskolánk hírnevéért. Áprilisban az óvodások szüleikkel együtt érkeznek a beiratkozásra, a gyerekek számára pedig nem lesz ismeretlen az iskola, hiszen ebben a tanévben eddig kétszer várták őket sportos foglalkozásokra, mely kezdeményezése a második fél évben is folytatódik, annak érdekében, hogy a nagycsoportos óvodások megismerkedjenek leendő tanítónénieikkel. A tavaszi időszakban ismét két alkalommal jönnek majd hozzánk, Erzsikével ezt pontosan lebeszéltük, hogy melyik időszakok, ahol lesz majd egy kézműves foglalkozás a kicsiknek, illetve egy forgószínpadszerű játékos foglalkozás, amivel várjuk őket. Emellett az intézmény infrastruktúráját érintő változások is helyet kapnak majd a második fél évben, hiszen a kiskörösi tankerületi központ támogatásával áthelyezik a könyvtárat, az így felszabadult termet pedig a médiaterem összenyitásával egy közösségi helyiségé alakítják. Eddig az összes szülőit, vagy értekezletet, vagy egyéb ilyen megbeszéléseket mindig az étkezőben tartottuk, és most itt a tetőtérben, az igazgatóiroda mellett lévő könyvtárat összenyitjuk a médiateremmel, egy új burkolatot fog kapni, egy nagy közösségi helyiséget tudunk így kialakítani, ahol kultúrált körülmények között tudjuk fogadni majd a szülőket, vagy tudunk mi is értekezletet tartani. A fél év vége felé pedig a nyári táborok szervezésére irányul a figyelem az iskolában, melyet a június 21-i utolsó tanítási nap után élvezhetnek a diákok. Január 22-e a Magyar Kultúra napja, melynek programsorozata Boncidai Évának, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztőjének Te mit tennél egy időkapszulába című előadásával veszi kezdetét a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum emeleti galériáján.
1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én, hiszen 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. A jeles nap alkalmából országszerte készülnek a kulturális intézmények különböző programokkal, valamint műsorokkal. Az idei évben Boncidai Évának, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztőjének Te mit tennél egy időkapszulába című előadása nyitja meg a Magyar Kultúra napi programsorozatot városunkban. Az előadáson összekapcsolódik az időkapszula fogalma a reformkorral, melynek köszönhetően számos kérdésre választ kaphatunk. Megvizsgáltuk azt, hogy ezeket az évtizedeket, a 19. század elejének mik voltak azok a meghatározó tapasztalatai, amikből az a gondolat megszülethetett, hogy építeni kell a kultúrát. És több olyan fajta eseményt is találtunk a történelemkönyvekben, amelyek már pedig traumaként ételeződhetnek fel itt a Kárpát-medence népei számára is. Ilyen esemény volt például az 1815-ben történő Tambora vulkán kitörése, majd az ezt követő klímaváltozás, valamint a kolera járvány megjelenése, amely 1831-ben hazánkat is sújtotta. Ez befolyásolta azt a gondolkodást is, amely később az 1848-49-es szabadságharc törekvéseiben is megjelent. Jobbágy felszabadítás, mint egy zászlóra tűzött nagy cél, az összefügghet azzal, hogy Kossuth ebben az időben kolera biztosként járta a vidéket, és szembesült azzal, hogy hogyan él a jobbágyság, egy mennyire kiszolgáltatott helyzetben van, illetve azzal az erővel, ami ott van, hogyha fellázadnak, ugyanis a kolera nyomán kolera felkelések is keletkeztek, több hadtestet kellett bevetni ennek a megfékezésére. Az időkapszula gondolata pedig a társadalmat egységesen érintő traumákra való példaértékű reakcióból ered, hiszen az 1800-as évek elején felismerték azt, hogy ezekre a tragédiákra építeni kell, valamint a magyar nyelvet is olyanná kell tenni, amely a költészet és a tudományos alkotások számára is megfelelő. Mindez annak érdekében, hogy a későbbiekben is nyoma maradjon kultúránknak. Emellett a reformkor megkerülhetetlen alakjához, Petőfi Sándorhoz is kapcsolódik az előadás. Azt is megnéztük, hogy az ő költészetében nyoma van-e akár a kolerának, és a Szörnyű idő című versét emeltük ki, ami az utolsó olyan vers, amit még az ő életében publikált, és ebben megjelenik az egyik szakaszban, hogy is ott elől a háború, csak a kisebb baj, szomorúbb, mi hátul áll a dökhalál. És ez a dökhalál, ez a kolera, ami évtizedekig itt maradt az emberek között, ugyanebben az évben, tehát 1849-ben, amikor ő eltűnt Segesvárnál, ugyanebben az év májusában halt meg Petőfi édesanyja szintén kolerában. Az ingyenesen megtekinthető előadás a felsős évfolyamtól kezdve bármely korosztály számára élvezhető, hiszen rengeteg olyan információt tartalmaz, amely új lehet az érdeklődők számára. Boncidai Éva, Mit tennél egy időkapszulába című előadása 10 órakor veszi kezdetét a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum emeleti galériáján. Január 14-én vasárnap a Kiskörösi LC szervezésében került megrendezésre a körzetközponti Bozsik terem torna az U9-es korosztály számára, mely során reggel 8 órától délután 13 óráig küzdhettek a csapatok. Az U9-es korosztály számára január 14-én szervezett körzetközponti Bozsik terem tornát a Kiskörösi LC, mely során reggel 8 órától délután 13 óráig léphettek pályára a játékosok. Ezen a hétvégén azok a játékosok kapnak lehetőséget, akik december közepén nem voltak itt, nem játszottak. Nagyon bő a keretünk, több mint 16 igazolt játékosunk van ebben a korosztályban, ami csak U9, mellette az U8, és az a 8 fiú kapott ma lehetőséget, akik nem játszottak decemberben. Az U9-es csapat általában heti 3 alkalommal találkozik egymással, azonban a téli szünet miatt az idei évi felkészülést csak január 8-án tudták megkezdeni, így mindössze 3 edzéssel a lábukban léptek pályára a fiúk. Mi még ugyanezen a 20-40-es méretű pályán játszunk, tehát ott nagy különbség nincs. A téli időszakban arra, hogy itt sokkal gyorsabb a játék, például itt ezen a parketten gyorsabb a labda,
megcsúszik, csak lapos, pontos játékra törekszünk, és keressük a lehetőségeket, illetve a csapatrészek, illetve a játékosoknak az összeszoktatása a feladat, illetve a játék örömének a megszerzése. A tornán a kiskörösi LC3 csapatot is indított, de mellettük pályára lépett még az Akasztói Foszisuli ESE, a Soltvadkerti TE, a Solti FC, a Harta ESE, a Bugac KSE, a Dunapatai KSE, a Kerekegyházi ESE, a Miklósi GFE és az Izsáki SSE gárdája. Nagyon sokat passzolunk, ami nagyon tetszett, ami negatívum a helyzetkihasználás, de hát ragyogó alkalom erre, hogy gyakoroljuk. A gyerekek fejlődését az is elősegíti, hogy egy-egy mérkőzés és torna után a játékot kielemzik és átbeszélik az edzőkkel, így tanulni tudnak a véletlen elkövetett hibákból. Hál' Istennek a BEM iskola otthont ad a csapat felkészülésére, és várjuk a tavaszt, az új kiemelt 9-es bajnokságot. A tornák célja a gyerekek rendszeres versenyeztetése, ezzel felkészítve őket a mérkőzés helyzetekre. A torna végén pedig minden játékos egy csokit vehetett át a szervezőktől, és a legjobban teljesítők oklevéllel is gazdagodhattak. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Eseményekkel teli volt a Kevi Petőfi Sándor általános iskolája számára a 2023-24-es tanév első fele. Új tervekkel készül az Úttörténeti Múzeum új vezetője a 2024-es évre. Számtalan program színesítette a kiskörösi BEM József általános iskola diákjainak hétköznapjait az első fél évben. Boncidai Éva, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője tart előadást városunkban. Körzetközponti Bozsik terem torna került megrendezésre városunkban. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Lélekemelő című vallási műsorunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!